Tehát szeretettel köszöntök mindenkit most így az előadásom keretében. Ugye a csaknem minden családból távol van még valaki, ez egy református lelkész jelentéséből van, amit majd részletesebben idézek majd mindjárt. A címben ugye ez a hadifoly kérdés láthatóan zárójelbe van téve, ami azt jelenti, hogy ugye itt civilek is voltak tömegesen, és azért itt tegyem hozzá, hogy ugye hadifoglyi kérdésről beszélek. Tehát nem csak a Szovjetunióba került foglyokról, vagy nem csak a szovjetek fogságába került foglyokról, mert ugye nagyon sokan, ha bár szovjet fogságba kerültek, de nem kerültek ki a Szovjetunióba, hanem itt a nyugatiak is képbe kerülnek, de nyilván elsősorban a konferencia tematikával összefüggésben elsősorban a szovjet fogságról fog beszélni. Három dátumot is megadtam. Nyilván majd ez a folyamatokban ki fog derülni, hogy miért is van ez a három dátum. Akkor először is kezdeném azzal az idézettel, amit a debreceni egyik gyülekezet lelkipásztora írt, ugye Révész Imre felhívást adott ki még 44. decemberében, hogy jelentsenek arról, hogy a gyülekezetek milyen állapotban vannak. Idéznék ebből a jelentésből. Nyitott sebe a gyülekezetnek a foglyok kérdése. Csak nem minden családból távol van még valaki. Legtöbb helyen egy év óta hír sincs a fiúról, vagy az apáról, esetleg a felnőtt lányról. Meg se határozható azoknak a száma, akik kelet vagy észak felé tűntek el. Ezeket mint katonákat vagy hadi foglyokat hurcolták el. Több olyan van köztük, akiket az utcán kaptak el. Egy-egy ledobott levél a vonatról volt utánuk az utolsó jel. A deportálásba hurcolt zsidók ügye elnyomta ezeket a magyar honfitársakat, akik közt papok, tanítók is voltak, de akikről csak suttogva beszéltek. Minden héten temetik azokat, akik a keleti fogságból hazatérnek. És a családok, a gyülekezet könyörgésé, Isten tiszteletre mutatják, hogy mennyi távol levőért fájnak még a szívek. Vöröskereszt szolgálat arrafele nem épült ki. Amerikai segítség csak újabban kezd hatékonyá válni. Addig imádság lehet minden jó magyar ajkán az ige. Hozd vissza, Uram, a mi foglyainkat. A szívből fakadó közimákon kívül egyéb jelek is mutatják, hogy a gyülekezet a foglyokkal együtt szenved, együtt érez. Hát ilyen és sok ehhez hasonló idézet van, ugye nyilván az időm nagyon rövid, és előre is elnézést kérek, hogyha netalán sietni fogok, és tényleg csak a felületi kartolatát adom meg ennek az egész témakörnek. Hogy mennyire fontos volt az úgynevezett hadifoly kérdés, hát csak a szovjet fogságba esetteknek a létszámát itt egy táblázatba foglaltam. Tehát a katonák, a szovjet fogságba került katonák létszáma 670-710 000 fő, ezt a Honvédelmi Minisztérium békeerőkészíti csoportjának iratanyagában lévő adatokból számoltam, és a legújabb hadtörténeti kutatásokból. A civil polgári lakosok elhurcolását pedig, hát itt ugye itt Murádi János kollégám is segített, illetve Dukka György Kárpátalja, Murádi János kollégám pedig ugye Erdélyben, illetve Benkő Levente, és hát a továbbiakat a különböző, hát éppen felelhető dokumentumokból tudtam a beesést megadni. Tehát az, ebből is az, hogy 940 000 vagy 1 040 000 fő került szovjet fogságba. Na most, itt az előbb nagyon örültem, és talán nem is baj, sőt jobb is, hogy Mikós Zsuzsanna főigazgató helyettes asszony előttem beszélt, hiszen ugye itt 680 000 személyi kartonról van szó. Iszonyatos nagy szám. De ők ezeket a kartonokat csak azokról vették fel, akik kiérkeztek a Szovjetunióba, és tegyem hozzá, akik megélték még azt, amíg őket a kartonok fölírják. Hiszen gondoljuk bele, hogy egy 2000 fős kontingens megérkezik egy lágerbe, azt a 2000 főt nem veszik egyből kartonba. Ez a parancsnoktól, illetve az ottani írnokoktól függött, hogy milyen gyorsan veszik őket listába, és bizony több visszaemlékező leírta, hogy 2-3 hét után kérdezték ki őket először. Aki addig meghalt, azok sincsenek a listán. Ráadásul, így akkor összeadom, hogy a magyarországi hadifolytáborokból a magyar honvédség alakulataiba átadott személyek, tehát ez csak a magyarországi hadifolytáborokból. Azért emelem ezt ki, hiszen a Szovjetunióból is küldtek át a hatodik, illetve az első adosztályba hadifolyokat, de itt csak a Magyarországon átadott hadifoly létszám az 20.356 fő. Az 1945. augusztus 13-i
Állami Védelmi Bizottság határozatig mintegy 50-60 ezer embert engedtek el, szintén itt csak a magyarországi táborokra tudok utalni, hiszen ezt kutattam, erre tudok egy viszonylag biztos számot mondani. Ugyanakkor az Államvédelmi Bizottság augusztus 13-a határozata alapján ugye 150 ezer magyar foglyot bocsájtottak szabadon, ebből mintegy 90-100 ezer fő a Szovjetunió kívüli táborokból került szabadon bocsátásra. És akkor még hozzá kell adnunk azt a 100-120 ezer főt, akik szintén a Szovjetunió kívüli közép-európai, dél-kelet-európai, tehát a Kárpát-medencei, akár kívüli, akár a Fogsányi, Máramarosszigeti, Tekucsi, Rámnikulszaláti és még sorolhatnám egyéb táborokban a táborok közötti, vagy a táborokig menő gyalogmenetek, illetve a vasúti szállítás alatt haltak meg. Tehát ebből 940-980 ezer fő jön ki, tehát ez is mutatja, hogy mintegy 1 millió ember kerül szovjet hadifogságba. Ugye az 1 millión kívül a HMB kerekészeti anyagban 300 ezer főre teszik azoknak a számát, akik a nyugati hatalmak fogságába kerültek. De azért ne feledjük el, illetve hát akik a korszakkal foglalkoznak, tudják, hogy bizony nagyon sok tiszt, nagyon sok katona vitte a feleségét, illetve hát eleve kitelepítettek gyárakat, egyetemi hallgatókat, tehát a gyárakat a munkások együtt telepítették ki, tehát velük együtt azt lehet mondani, hogy mintegy 1,4 millió ember került a szövetséges hatalmak fogságába, vagyis minden tizedik magyar állampolgár, minden harmadik magyar családból hiányzott valaki. És hogy a jelentőségét tovább támasztom alá, ezt már néhányan láthatták, de talán nem mondom elégszer el, mert ma is ugye a tankönyvekből még mindig vagy hiányzik ez a téma, vagy csak egy mondattal van intézve. Teleki Géza miniszter, vallás és közoktatási miniszter 1945 nyarán Dálnoki Miklós Béla miniszterelnökhöz írott levelét ezekkel a sorokkal kezdi, idézem, mai magyar társadalmunk egyik legégetőbb és legfájóbb kérdése a fogolyügy. Érdekelve van ebben annak minden rendű rétege és minden rangú tagja. Legégetőbb és legfájóbb kérdés, és nem hadifogolyügyet ír, hanem fogolyügyet, mert tisztában volt vele, hogy civilek tömegeit is elhurcolták. Vagy említse meg Kildi Zoltán miniszterelnök kormányprogramjából ezt a mondatot, idézem, a hadifoglyok és deportáltak hazazatala az egyik legfájóbb magyar kérdés, és a kormány egyik legfontosabb feladata. Itt is miről van szó? Egyik legfájóbb kérdés és legfontosabb feladat. Hadifoglyok és deportáltak. És azért itt fontos hozzátennem, hogy itt már nem csak a náci Németországban deportált zsidókról van szó, hiszen deportáltaknak nevezték azokat is, akiket a Szovjetunióba hurcoltak el civilként. Itt a minisztertanácsi jegyzőkönyvből egy idézetet vettem, Gábor József, aki Gerő Ernő elődje volt a közlekedési és kereskedelmi miniszteri poszton, ő a következőket mondta itt a március 19-i minisztertanács ülésen. A deportáltak mielőbbi felszólítás érdekében kívánatosnak látja, hogy a kormány a SZEB-nél interveniáljon, mert neki is először 500, majd 1800 vasutast sikerült kiszabadítania a magyarországi hadifoglyi táborokból. Tehát itt vasutasok is, tehát dokumentálva van minisztertanácsi jegyzőkönyvben, hogy bizony ezekben a hadifoglyi táborokban nagyon sok vasutas is ott volt, akiket hát igyekeznek kiszabadítani. Egy dokumentumot, amit Mucskovics Andrea kolléganőm talált, ugye itt egy igazolás arról szól, idézem, tárnokközség előjárossága igazolja, hogy Pluhár Rezső tárnoki lakós az oroszok 1945. január 8-án deportálták. Tehát csak ez fontos megjegyezni, ma már ugye a deportálás az emberekben egyetlen az a holokauszhoz asszociálódik, hiszen, de ehhez képest a korszakban, tehát 40 után a Szovjetunióba elhurcoltakra is ugyanezt használták, hiszen ugyanúgy történt a vagonbarakás és az elhurcolás. Csak a kis hazánkban, a mai területi Magyarországon 47 településen 56 hadifogoly tábor működött, és itt a Ceglédi mintegy 80 ezer fővel, tehát, és ezeket a táborokat mintegy 600 ezer honfitársunk járta meg, nem beszélve még a egyéb nemzetiségiekről. Tehát az országban élő, égető kérdés volt a hadifoglyi kérdés.
a Honvédelmi Miniszterészség külön megbízta Cséfalfai György őrnagyot, hogy látogassa ezeket a táborokat, és próbál az itt raboskodók helyzetén valamit segíteni. De hát rengeteg újság szólt a hadifolyókról, folyamatosan adtak hírt ezekről. Most, mivel nagyon rövid az idő, csak néhányat bemutatok és pörgetek, akár, ugye, tehát itt visszatér a Szabad Szó, ugye a Nemzeti Parasztpárt lapja, akkor ez a feloszlatják az Alsó-Patyi fogolytábort, ez a Dunántúli Szabad Nép, ugye a Magyar Kommunista Pártnak a regionális lapja, fölötte is a Szabad Nép regionális napja, egy helyi lap, a Kecskeméti Hírekből egy cikk, akkor a Világban levelezni lehet a Szovjetunió lévő hadifolyókkal, akkor a Népszava, a Szovjetunió lapokban belül megkezdi az összes magyar hadifolyó hazaszállítását. Ez az augusztusi kormányhatározat alapján történt ez a hír, amikor ugye mint egy 150 ezer, vagyis hát elvileg pontosan 150 ezer magyar hadifolyót hazaszállítanak. Aztán a kis újság, aztán itt azért, hogy a nyugati hadifogságról is legyen, vagy Dahó táborban, mint egy 20 ezer magyar katona, Csendőr, Levent és Nyilas várja hazaszállítását. Aztán szintén a nyugati táborokra vonatkozóan a Magyar Vöröskeresztnek a egyik jelentése, amelyik szintén, ha látják, családi táborokat írt, tehát ott vannak a családtagok, a feleségek, a gyerekekkel együtt kin vannak, és ugye minden párt megalakította a saját hadifolyó irodáját. És a Magyar Vöröskereszten kívül rengeteg számtalan szervezet jött létre, hogy segítse a hadifoglyok ügyét, ugye a SAS, Sies Agy Segíts, a Nemzeti Segély, a HAOSZ, tehát a hadifoglyok és hozzátartozók országos szövetsége, az MNDS, a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége. Itt annyit hadd tegyek hozzá, hogy a HAOSZ, mivel nem kommunista szatellit szervezet volt, nem a kommunista párthoz kötődött, nem a kommunista párti, hogy is mondjam, személyek vezették, ezért a HAOSZ-t a szovjetekkel betiltatják és monopolizálják a civil szférában is a hadifolyó kérdést. És még, hogy mennyire fontos volt a hadifolyó kérdés a II. Világháború utáni Magyarországon, nem volt a 20. század történelme olyan fontos társadalmi kérdés, hogy két lapot is indítsanak, két heti lapot. Ez egyik a Magyar Vöröskereszt hadifoglyok tudósítója, a másik a Magyar Hadifoglyok Híradó, amit a kommunista párt indított, és itt is monopolizálta ezt itt is a kérdés monopolizálta, a szovjetekkel, a SZEB-bel betiltatta a Magyar Vöröskereszt hadifoglyok tudósítóját, és már csak a kommunista narratívával kerülhetett az emberek elé a hadifoglyügy. De a minisztériai szinten is monopolizált a kommunista párt a hadifoglyügyet, hiszen tudta, hogy az ország egyik legégetőbb, legfontosabb kérdése. Ugye normális esetben minden országban a Honvédelmi Minisztérium vagy Hadügyminisztérium kezébe tartozik a hadifoglyok kérdés, hiszen elvileg besorozott katonák kerülnek hadifogságba. Mégis a szovjetek által megszállt Magyarországon a kommunisták elérik, hogy 45 szeptemberétől a kommunista párt által vezetett, lényegében általuk vezetett belügyminisztérium felügyelet alá kerül az alattuk alárendeltségben létrehozott hazahozatali kormánybiztosság, amelyik a nyugati hadifoglyok ügyével foglalkozott, és először a Vöröskereszt, majd a Néprajzi Minisztérium kezébe adják ugye a keleti hadifoglyok ügyét, amely szintén a Magyar Kommunista Párt kezében volt, Molnár Erik személyében. És hogy mennyire, hát a Magyar Vöröskeresztre minden kolt vádat szórtak, Gábor Áront, a Magyar Vöröskereszt főtitkárát elhurcolják, és tulajdonképpen az összes többi vezetőt letartóztatják, és az iratok egy jó részét eltüntetik. Így van Gábor Áron, aki gulágra került mindezek után. 47. februárjában ugye létrejön a békeszerződés, de eddigre már tulajdonképpen a nyugati hadifogságban aki akart, hazaérkezett. Azért hoztam ezt az újságkivágást, hogy amerikai kísérlet érkeznek Győrbe folyóvonatok, hiszen korábban Ausztria szovjetzónában a szovjeteknek adták át a fogolyvonatokat, őrzését, és bizony ezek nem álltak meg, majd csak fogsányban, és onnan vitték őket a Szovjetunióba. Tehát ezért már a magyar hatóságnak adják át az amerikaiak a későbbiekben a foglyokat. Kicsit pörgetem a dolgot, ugye február 47. február 10-én megkötjük a békeszerződést, és a Magyar Kommunista Párt tudja, hogy még mielőtt a Vörös Hadsereg
kivonul az országból, illetve még mielőtt a Szövetséges Nemzeti Bizottság, tulajdonképpen a Vorosilov marsal által vezetett, tehát a szovjetek által uralt SZEB elmenne az országból, azelőtt kell a választásokat megtartaniuk, hogy a parlamenti többséget megszerezzék, hiszen ugye a SZEB-nek kellett jóváhagyni a parlamenti pártok indulását, és mindenben ők döntöttek. Mivel tudták, hogy a hadifoglyok kérdés milyen fontos, milyen sok embert érint, ezért külön egy öttagú bizottságot hoztak létre, ami kifejezetten csak a választások előtt a hadifoly témával foglalkozott, mint propaganda munkával. Itt vannak a személyek, ugye Nógrádi Sándor neve és Újhelyi Szilárdi, Sziklai Sándor neve talán az ismertebbek közülük. Nagyon fontos, hogy ez az idézet, Sziklai Sándor, aki ugye a hadifoly, MKP hadifoly irodáját vezette, így írt a Horváth Imrének, a moszkvai magyar követség kommunista párti titkárának. Idézem, nagyon jó volna, ha az orosz hatóságok kellőképpen informálva volnának a kérdés, mármint a hadifoglyok kérdés fontosságáról, és hogy milyen nagy propaganda jelentősége van annak, ha egy-egy hadifoglyok transport jön haza a Szovjetunióból. Ennek hatására ment Rákosi Mátyás áprilisban Moszkvába, és tárgyalt Vjacheslav Molotovval, a szovjet külügyminiszterrel, és a hosszú tárgyalás végén Molotov megkérdezi, hogy melyik kérdéseket tartanak, tehát a legfontosabbaknak. Rákosi válasza a csehszlovákokkal való viszony rendezését és a hadifoglyok kérdését. 47-ben még mindig a hadifoglyok kérdés az egyik legfontosabb kérdés, és ezt maga Rákosi Mátyás is, teljesen tisztában van. Mivel az időm nagyon szalad, csak annyit, hogy az MNDS, a Magyar Nők Demokratikus Szövetségének az elnöke, bár Tildi Zoltánné volt, de a főtitkár Rajk Lászlóné volt, és a vezetőségben ott volt Mód Aladárné, Gerő Ernőné, és a többi kommunista vezető felesége, tehát tulajdonképpen ez is egy kommunista szatellit szervezet volt, és eljátszák azt, hogy száztagú nőküldöttség megy oda Rákosihoz, és Rákosi szól Sztálinnak, és Sztálin úgymond összecsapja a bokáját, már bocsánat, mert ugye itt van, hogy Sztálin teljesíti Rákosi Mátyás kérését. Nonsense, hogy egy legyőzött országnak még a kommunista párt titkárának is a szavára Sztálin tenne bármit is, nem erről volt szó. Megkötöttük a békeszerződés, nemzetközi nyomás volt a Szovjetunión, hogy tömegesen hazaszállítsanak foglyokat, és már Rákosi látogatás előtt Kruglov belügyminiszter már március 19-én Visinszki külügyminiszter helyettesnek írt, hogy hát, hogy mit csinálnak, hogy a tömeges elbocsátandó magyar és román munkaerő kiesését minél kevésbé érezze meg a szovjet népgazdaság. Rákosi azt viszont elérte, hogy a tiszteket nem engedték haza a választásokig, nehogy nyilván a tisztek elmondják, hogy mi történt, és ugye a tisztek... Tanárul kezdek katonás lenni. Igen, itt most katonákról szól, igen, egy perc türelmet kérek még a tanárútól, és tehát ezt meg tudta tenni, de azt, hogy segítse, azt nem tudta megtenni. Itt rengeteg ugye a hadifolyhíradóban rengeteg propagandanyag volt, amikor hazaérkeztek a hadifolyok, ugye brosúrákat kaptak, éljen Rákosi Mátyás, és a Magyar Dolgozók Pártja már ugye ez már 48-tól. 47-ben ugye a választásoknál is tele van a plakátok, tele vannak a hadifoglyok kérdéssel foglalkoznak, viszont 47-ben megnyerik ugye a kétszúrás választásokat mindenféle csalással, 48-ra a hadifoglyhíradó, amit a kommunista párt indított, ez az utolsó szám, a piros betűs, teljesítettük feladatunkat, valóban teljesítettük feladatukat, hiszen propagandával elérték, hogy még ezt Rákosi Mátyás írja, hogy a hazaérkező hadifoglyok többsége is titkosan a kommunista párt szavazott. Ezek után már csak az emigráció veszi kézbe a kint lévő, még szovjetunión lévő hadifoglyok ügyét, megírják a fehér könyvet, ugye a magyar harcosok baltási közösségének hadifoglyszolgálat, ezek az 50-ben, angol nyelven is eljutatják, és annyit, hogy a gulág rabok hazatérése, ugye Sztálin halálát követően indul meg, és érdekes módon ugye éppen november 25-e, amikor elengedik az első csoportokat Magyarországon, akkor van éppen az évszázad mérkőzése, és még egy momentum, 55 szintén egy fontos momentum, amikor rengeteg hadifoglyok érkezik haza, illetve a gulágrabok, ezt Konrád Adenauer látogatásának köszönhetjük, erre most tovább nem tudok beszélni. Körülbelül egy számításom szerint ugye 460 és 500 ezer fő érkezett haza a trianoni Magyarországra, a szomszédos országokkal együtt 610
670-680 ezer fő érkezhetett haza. Mindenesetre a fogságba kerültek 33-40%-a meghalt. És egy utolsó, hogy miért 56 a vége? Hát, hogyha valaki megnézi 56 plakátjait, ugye a MEFESZ, a magyar egyetemi és főiskolai szervezetek szövetségének, a egyesületek szövetségének a 16 pontjából a 11. pont, kimondja, amit itt kiemeltem, tehát még 56-ban is, tehát búvópataként ott volt az emberekben, és 56-ban, amikor megszólalhattak, belekerül a 16 kérdés közé a 11. kérdésbe, idézem, követeljük a Szovjetunióba hurcolt hadifoglyok és polgári személyek azonnali hazaszállítását, beleértve a határon kívül elítélt foglyokat is. Tehát 56-ig ott élt a magyar nemzet lelkében, szívében a hadifoglyok kérdés, hiszen nem volt megoldott, hiszen több százezer embert még hazavártak, akikről nem tudták, hogy sajnos addigra már jó részük meghalt. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket!